Jó estét kívánok! Sok szeretettel köszöntöm Önöket a Tökölvárosi Sportkör Art Fitness szakosztályának karácsonyi évzáró gáláján. Engedjék meg, hogy bemutatkozzam, én Tar Judit vagyok. Az Egyesület edzői és növendékei nevében köszönöm, hogy megtisztelnek bennünket a jelenlétükkel, és kellemes szórakozást kívánok Önöknek a mai estéhez. A ma este során az Egyesület növendékei mutatják be gyakorlataikat, amelyekkel 2013-ban versenyeztek a Magyar Fitness Szövetség által szervezett versenyeken. A szövetség három kategóriát alakított ki, hogy a gyerekek minden szinten lehetőséget kapjanak a versenyzésre. A kezdők vagy hobbi szinten sportolók Fit Kid Dance kategóriában és B kategóriás versenyeken indulhatnak. A kategóriában pedig a legtehetségesebbek, akik életmódszerűen sportolnak. Mindhárom kategóriában 9 korcsoportra osztják a versenyzőket. A tököli Art Fitness növendékei idén márciustól novemberig 10 versenyen szerepeltek az ország különböző városaiban, Békéscsabától Székesfehérvárig, és mindhárom kategóriában képviselték egyesületüket. Elsőként ezeket a gyakorlatokat láthatják majd, és egy rövid szünetet követően a mai gálán sem maradhat el a meglepetés produkció. Mindenre a gyerekek és edzőik nagyon szorgalmasan készültek. Fogadják őket nagy-nagy szeretettel. Elsőként a legfiatalabb versenyzők mutatják be egyéni gyakorlataikat, melyekkel idén 3 területi Fit Kid Dance versenyen vettek részt. Következzen először Stribik Tamara, aztán Koszki Hanna, végül Sipos Virág. Essa conta, minha, essa terra, quero sentir com você, a
Számokkal is lehet szerepelni. Az elmúlt évben 8 csoportos gyakorlat készült az Artfist fitness edzésein. Közülük láthatjuk most elsőként Baravics Lilla koreográfiáját, az Afrikát. Novák Nati, Kovács Kinga, Szanyó Vircsi, Sági Dorina és Szikora Hanna előadásában. Utána két B kategóriás versenyző következik, Petrányi Dóri és Horváth Tamara. Végül Kis Réka mutatja be egyéni gyakorlatát, aki idén először A kategóriában képviselte az egyesületét.
stupid cupid, you're a real mean guy. I like to keep your so you can't fly. Picking on me. I can't do my homework and my kids are straight. I'm eating at the moment that I have passed 8. I'm acting like a lovesick fool. You even have to carry these books to school. Hey, hey, set me free. Stupid Gibbet, stop picking on me. Hetei Berni, Macsek Dorottya és Schneider Dóri előadásában. Ezzel a gyakorlattal idén ők lettek a kategória abszolút győztesei. Ezután folytatódnak az egyéni gyakorlatok. A kategóriában Szilárdi Vivivel és Marcsinyi Grétivel, végül pedig Sági Dorina B kategóriás versenyzőt láthatjuk.
és a legszebb mikit szólt. Apámat vőtöm már, addig maradj ki, ami jól esik, mert ő nem bír velünk már. Versenyszám következik, melyel Deák Viki és Macsek Kata második helyezést értek el idei legjobb eredményként. Utánuk Kovács Kinga és Szanyó Virgyi gyakorlatait láthatjuk, mindketten B kategóriás versenyzők. A sort Novák Nati zárja, aki utolsó versenyén örömkönnyek közepette a dobogó legfelső fokára állhatott Fit Kid Dance kategóriában. Yeah.
Oh,
Rajta lép mindjárt önök elé, név szerint Sipos Virág és Tribik Tamara, akik B-kategóriában versenyeztek idén Fekete-fehér macskák című gyakorlatukkal. Utánuk három B-kategóriás egyéni gyakorlat következik. Először Szikora Hanna, majd Macsek Kata és Macsek Dorottya előadásában. Just hate on it, things, 'cause you'll be so we had a chance.
harcias, a kategóriás lányt láthatunk a színpadon, kung-fu című gyakorlatukkal, melyet Ásin Petra készített, és amellyel Kis Réka és Sziládi Viki harmadik helyezést szerzett a legutolsó versenyén. Majd Hetei Berni és Deák Viki következik B-kategóriás egyéni gyakorlatukkal. Végül Török Biankát láthatjuk, aki térdműtétje után jövőre újra szeretné kezdeni a versenyzést. Real is my voice.